Milyen évben érkeztél? Ja, Személy vagy, majd a címkártyát elhoztam hogy kérem már el, légy Lurán 8. osztályos a helyi általános iskolában. Debrecenben szeretnek karosszéria lakatosként tovább tanulni, ezért kellett az új diákigazolvány. A 19. ügyfél volt, akiről ma igazolványkép készült. Azért jöttünk ide, hogy a tovább tanulást ki tudjunk tölteni papírokat, hogy legyen személyigazolvány, és diák a mobilizált kormányablak ügyfelszolgálatokon többek között személyazonosító igazolványa lakcímkártyával, útlevéllel jogosítványa kapcsolatos ügyintézésre, ügyfélkapu regisztrációra is lehetőség van. A térség országgyűlési képviselője szerint az újraindult mobil kormányablak buszok egy újabb lépést mutatnak a régi életünk felé. Akkor jó egy közigazgatás, akkor fogadják el ezt az állami szolgáltatást az emberek, hogyha három célnak megfelel, az egyik, hogy elérhető, idehoztuk Tisza-Dobra, tulajdonképpen, ahol nincs kormányablak, tehát mobilan az állam jött ide az emberekhez, a másik, hogyha gyors, szakszerű ö, ö, és rövid idő alatt, mert az emberek nem szeretnek sorválni, mert hát már csak ilyenek vagyunk, ö, rövid idő alatt megvannak ezek az okmányok, és a harmadik pedig, hogy olcsó. Olcsó, hiszen kevesebb bürokrácia, kevesebb ö, pénz, amibe kerül az embereknek, akkor elfogadják, akkor működik a jó állam, a Tiszavasvári és Tiszalöki járási hivatalok két-két munkatársa másfél hónapon át járja a térség falvait, a legkisebb tanyákra is ellátogatnak. Ez jelentős terhet vesz le a központi kormányablakokról, hiszen a járási hivatalok újra nagyobb kapacitással kell, hogy működjenek a közeljövőben. Bár az ügyintézés most már személyesen is megtörténhet, továbbra is az online felület használatára biztatják a lakosságot, hiszen közel száz ügytípus intézhető el interneten keresztül. A jövő héttől érvénybe lépő változás, hogy a korábbi időszaka ellentétben már nem csak időpontfoglalással lehet bemenni a kormányablakainkba, hanem anélkül is meg lehet jelenni. Már én mindenkit bíztatnék arra, hogy foglaljon előzetesen időpontot, mert akkor előnyben részesül a sorrendiség tekintetében. Illetve ami rendkívül fontos, hogy az elmúlt bő másfél évben rengeteg olyan fejlesztés lezajlott az informatika világában, aminek köszönhetően bűvültek azok az ügykörök, amelyekhez nem is szükségeltetik már egyáltalán a személyes megjelenés. A veszélyhelyzet még nem ért véget, a lejárt okmányok továbbra is érvényesek, de mindenkit arra kérnek, hogy újítassa meg igazolványait, és éljen az online vagy személyes ügyintézés lehetőségével.